Üdv mindenkinek, sziasztok! Ezt a hetet egy vadászpókkal kezdjük, amit éppen elkapott itt a lakásban egy ilyen kis nyugét, nem tudom mi a neve, és ahogy itt figyelem, az a csel neki, hogy mindig lemegy, most lehet megijedt a vakutól, és bele-bele csípdes, lekapcsolom, hát ha így jog neki, éjszakai mód. Most várom, már vagy háromszor lement a bogárhoz, olyan, mintha a seggébe beleharapott volna, és megpénítja. Gondolom megvárja, fiú, megpróbálok közelebb jönni, el ne ijesszem már. Ott van, lekapcsolok egy kis vakut, úgy. Ez ilyen kis mini keresztes pók lehet, ott meg valami kis akár. De jó kis sovány, úgyhogy már ráfér egy kis kaja. Úgyhogy ezt itt meghagyjuk alak. Hát ezt észre se vettük volna, ezt a bogarat, csak itt kattogott volna. Kint esik az eső. Én most annyira nem tudok úgy semmit csinálni, igaz, hogy már éjszaka van. De ezzel a pár kis perces videóval kezdjük el a hetet, tartsatok velem! Kisebb jégeső van, csak nem valószínű, hogy kijövök köcsözni a szőlőt. Megvárjuk, hogy mi lesz, de hát ez várható volt, a hőség után mindig ez van. Reméljük, nagyon nem tépázza meg a növényeket, majd ha vége, megyünk, felmérjük a kárt. Legalább egy kicsit lepusztítja ez is a zöld cserebogarakat. Mondjuk tegnap lepermeteztem a szódzi erőket egy kis rovarölővel, mert már nagyon ették a szőlőt, de meglátjuk, hogy mi lesz. Na most már ideje lecserélni a medencét, vagy három hét után, már csak a vizet. Beleraktunk egy ilyen jó kis lagot, megszívtam ígyni, és itt jön kifele a vége. Kicsit poros lett a szám, de hát erről ennyit. Egész jó tempóba jön. Így jól elárasztjuk itt a dinnye mezőt, körülbelül egy olyan 700 liter vízzel. Gondolom tetszeni fog, és időközben megnézzük, hogy a jégeső milyen károkat okozott. Persze semmit. Semmi amúgy. Hiába estek ilyen kis cseresznyemag nagyságú jegek. Nem történt semmi kár, fák levele. Hát az zöld cserebogár volt. Azokat is amúgy lepermeteztem itt, vagy két napja körülbelül, mert már nagyon durva volt a kártétel. Moszpilánt használtam egyébként, de még mindig itt van egy fiú. De ez még nem evett a mérgezett levélből. Úgyhogy nézzétek, hogy néz ki. Egy literhez, tehát még itt mindig van. Ki vagy rúgva. Egy liter vízhez raktam. Két liter vízhez raktam egy gram moszpilánt. Hát remélem, hogy megtette a hatását, de úgy látom, hogy már gyérült az állomány, és már beszívódott a méreg, úgyhogy aki itt falatozni akar, annak kampec. Ja, fokhagymánk el van dőlve, lehet felszedni. De szerintem ezt már csak jövő héten, most nincs kedvem. Nem is kötöztem. Ja, az ott meg lett kötözve, kiritkítottam egy kicsit. Illetve ma még ezt a kis paradicsomot is fel fogom kötözni. Most pedig összeszedtük a kis pajorokat, amik itt voltak a medence alatt, mert átalakítjuk a medencét. Hát így ennyit találtunk hirtelen, kis pörköltnek pont megfelel. De ennyi területen. Nem mondom, bemutatom már. Végül úgy döntöttem, hogy kicsit megnagyobbítom a medencét, mert nagyon kicsi volt, hogy csinálunk egy családit. Még hozzátettem egy ilyen polcot is, és ilyen gyönyörű lett. Most úgy döntöttem, erre a hétre leszarom a kertet, nem is érdekel semmi, kis gazolás volt az puszi. Illetve ez egy ilyen nagyon hosszú bútorlap, és kellett ide, hát egy kis ágyból maradt egy ilyen rossz fadarab. Ide csavaroztam, hogy majd a víz így ne nyomja ki, ne legyen ilyen hasas. Itt meg a toldást így oldottam meg egy ilyen kis hulladékkal, hát meglátjuk, hogy nem-e fogja itt szétfeszíteni. Ha igen, akkor mérnöki tudásom
latba lett véve. Azért tettünk egyébként alá egy fekete fóliát, azaz ez az agrosszövetet, hogy süt a nap, ugye fekete, és akkor jól szívja befele, meleged, könnyebben fog melegedni a víz. Na, ennyi, rakjuk bele fel a kis UV-fóliát, ami annyiból nagyon jó, hogy a homok nem tapadt meg az alján, hanem simán le lehetett seperni. Csinálok egy távolabbit, ha hasra nem esek itt a létrába, hogy így elég jó kis bivajnak néz ki, úgyhogy terítjük is ráfele. Na, végül csak nem tudtuk megállni, és itt megcsináljuk ezt a kis részt hátul. Kigazoltuk itt a karalábékat, és így nagyon jó lett, kicsit szétültettük, meg még nyomatni fogunk el retkeket, jégcsapot, illetve hónapos retket, amit betalajfertőtlenítünk, mivel mindig megvannak rágva, még maradt egy kis pikadora, szétszórom. Jövő hét folyamán meg ezt a paradicsomot kikacsolom, meg megkötözöm. Hát így néz ki ezek a palánták, amiket vettünk. Majdnem olyan jók, amit mi csináltunk. Hoppá, itt vannak lehúlva a zöld cserebogarak, úgyhogy a kis moszpilán hatásos volt, úgy látom. Ott is van egy. Igen, ott is egy. Így nem nagyon tetszett nekik, úgy látom, a kis méreg. Nekem se tetszene, ha augusztusban nem tudnék szőlőt tenni, mert lerágják a levelüket. Már ilyen nagyon szépek. De az is, ez is most esett le a levélről. Azért még egy kis fejroppantást adhatok neki. Úgyni. Mutatom közben még, mi történt. Iszonyat nagy esemény, felvirágzott a répám. Gondolom, akkor nincs is. Jaj, de van szép. Egész szép, nézzétek csak. Ilyen szép kis répusz van. Gondolom, jól érzi magát, meg meleg van, hasonló. Max gyűjtök egy kis répamagot. Ezt nem kell majd fizetnie, tehát ott is van egy kevés. Hát ezek nem ilyen hibridek, meg ilyen túlspilázott valamik. Úgyhogy azt majd begyűjtjük. Itt pedig a salátának van, elárulom. Nektek ettünk egész évben. Már most egész nyáron vagy. Egy 6 hamburgert, egy 6 levél kellett. Hát ez ennyi, mindegy, ez is itt maradt még így magról. Ja igen, kiraktuk a pajarokat, egy rigó szokott itt mászkán, úgyhogy mindjárt húzok el, mert már este van. Úgyhogy meglátjuk, hogy reggelre mi lesz ebből. Biztos el fogja hordani majd a fickó, hogy egyen. És még a másik, megint mit vettem észre? Mert tényleg minél régebbi a kert, minél régebben műveljük, annál nagyobb gáz van. Néztem itt a levelét, meg láttam, hogy hangyák mászkálnak, ott is, és megfordítottam, és látok itt ilyen nagyon frankó kis petéket, vagy nem tudom mi ez, gondolom, vagy mozognak, nem tudom mi lehet. Gondolom, ez is valami szemétláda, kis élősködő, valami tetű, úgyhogy hozok egy kis moszpilánt és ledúrom. Hát még kicsik a cukkinik, annak pedig egy ilyen 7 nap a várakozási ideje. Felírom a naptárba, hogy most lett lepermetezve, és nyilván meg fogjuk várni, addig nem eszünk cukkinit, hogy megvárjuk, még megnő, vagy 50 centisre, és majd utána. Időközben egy pici kis uborkára is leeltem, az az első. Nagyon boldogok vagyunk, lassan tudunk csinálni bőségtálat. Kukoricára, ha rápillantunk egy kicsit. Aha, látható, hogy kezd nőni, de még azért van egy cseppnyi híja. Na, mutatom is a cukkinit. Azt mondja, itt van uborka, cukkini, levéltetvek, dózis, hozé, két kezelés közt, kiutatáshoz szükséges házi kerti használat. Azt mondja, hogy 1,25 g kell 10 literbe, tehát 1 literbe 0,12 ezred gram. Vagy 100 gram, hát azt mérje ki ember, majd valamit megpróbálok intézni. De a várakozás kezelék közt évente permetezés szer, hát azt majd megnézem, hogy mennyi a várakozási idő.
Na, mondom is, nem mondjak hülyeséget, azt mondja, hogy uborka, cukkini, levéltetve keni permetezés, a telepek megjelenése előtt javasolt kezdeni, hát ezt már elbasztam, és további felszaporodás esetén 7-14 nap múlva célszerű megismételni, utolsó vezetés időpontja, alapján érés kezdete, hát, hogy mennyi a várakozási idő, azt soha az életben nem tudom meg. Na, mutatom egy enyhe zoommal. Várakozási idő, cukkini 3 nap mindössze. 56 nap a kukorica, 56 nap paprika, uborka, cukkini 3 nap. Paradicsom, ez az. 7 nap kell, bimbo 21, tehát amúgy 3 nap mindössze, és ki is fog menni, hogy elég kicsi dózis kell, ahogy láttátok, de nem tudom, minek raktam vissza. Lényeg az, hogy egy hetet azért várunk a permetezéstől, akkor kimérem, és akkor zúzom is lefelé, azt már nem mutatom be. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezen a héten, azért itt haladgattunk, jövő heti munka, körülbelül 3 hete mondom, fel fogom kötözgetni ezt a szőrőt ott hátul. Itt már megtettem, megmutatom ezeket a képsorokat, hogy már egész katonás rend van. Köszönöm, hogy itt voltatok, kézfogás az uraknak, és nagy ölelés a hölgyeknek. Sziasztok, remélem, velem tartatok jövő héten is.